Sziasztok! A mai videóban Mindy McGinnisnek az Egyetlen kortyot sem című könyvét szeretném nektek ajánlani, úgyhogy ha érdekelnek a benyomásaim erről a könyvről, akkor nézzetek meg a videót. Ez a könyv egy disztópia, de nem ez a megszokott zombis fajta, amiből ugye mostában Dunát lehet regeszteni, hanem egy ilyen nagyon aktuális probléma miatt lesz világvége, méghozzá amiatt, hogy elfogynak az emberiségnek a víztartalékait a Földön, és emiatt tehát semmi olyan nem történik, ami miatt ez lenne, csak egyszerűen elfogy a víz, ugye, és ez most is probléma. És igazából ebben a könyvben azt próbálja bemutatni, hogy az emberek személyiségében hogy megy végbe változás, hogy az emberek hogy változnak meg, és tényleg nem ez az, hogy egy ilyen zombi apokalipszis miatt hirtelen mindenki megőrül, hanem ugye a víz miatt, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. A könyvnek a főszereplője Lynn, aki 16 éves, és a házuk mellett van egy kis tó, viszont ezt a tavat semmilyen patak vagy semmi nem tölti fel, hanem egész egyszerűen csak az esővízből, meg a hóból, meg az ilyenekből nyerik a vizet, azt tisztítják, és tulajdonképpen így küzdenek az édesanyjával a túlélésért. Van nekik egy szomszédjuk, akiről az elején semmit nem tudunk, aztán kiderül, hogy vele így közösen, kölcsönösen nem bántják egymást, ami elég ritka ebben a világban. És tulajdonképpen ezen kívül csak annyit tudunk, hogy vannak így a patak mentén lent délen is, vagy lent keleten is, meg fent is tüzek. És ezeket a tüzeket figyelik minden nap, hogy éppen meggyújtották-e, hogy hogyan füstöl, meg ilyenek, és próbálnak rájönni, hogy kik lehetnek ott. A környező házakból szedik így a nekik szükséges dolgokat, így portyáznak és összeszedik, amire szükségük van a lakatlan házakból. Persze van olyan, aki fosztogat, meg aki tehát úgy elrabolja a dolgokat az emberektől, ilyen is van. És tényleg ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolgokkal kell megküzdeniük, mint hogy lőnek maguknak egy szarvast, és hogy azt elrakják maguknak télre, meg hogy veteményeznek, meg ilyenek. És természetesen van bonyodalom is ebben a könyvben, mert hogy egyszer csak ugye több ilyen, hát ilyen útonálló is jön, és velük többször is ellentmondásba keverednek, és hát itt is vannak meglepetések, amikre Lynn nem számít. Nagyon érdekes egyébként az, hogy ő milyen jellemfejlődésen megy keresztül, hogy az elején egy mennyire zárkózott és csak az édesanyjával kommunikáló lánya, és ugye a könyvnek a végére egészen felnő, és konkrétan megnyílik így az embereknek, ami egy hatalmas dolog ebben a kiszolgáltatott világban. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a könyv, és nagyon tudom ajánlani nektek, a végével nem vagyok elégedett, tehát az nekem úgy rosszul esett azt olvasni, ahogy ennek a vége meg van írva, viszont teljesen reális, úgyhogy nincs ezzel semmi gond. Jó az írónak a nyelvezete is, nekem ez is nagyon tetszett, jó a fordítás, úgyhogy én csak ajánlom nektek ezt a könyvet, hogyha szeretnétek, akkor mindenképpen olvassátok el, írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok róla, hogyha már olvassátok, viszonylag új ez a könyv, de szerintem teljesen jó. Úgyhogy jó volt olvasni, meg különösek voltak ezek a problémák, ugye, hogy hát el sem tudjuk képzelni azt így a mai világban, hogy amikor folyó víz van a csapból, meg bemész a boltba, és ott van bármi, hogy milyen is lehet így élni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó könyv volt, én örülök, hogy ezzel kezdtem a 2017-es évemet, és ajánlom nektek is, hogy olvassátok el. Köszi, hogy velem tartottatok! Sziasztok!